Megszámolj channel. Nem vagyok normális. De most tényleg volt már veletek ilyen? 4:45-kor mi a francnak fölkelni? Ünnepnap van, nem kell menni sehova. Minden normális ember alszik, én mit csinálok? Videózom nektek, ha már ilyen hülye vagyok, hogy fölébredek magamtól. Olyan korán sikerült felkelnem, hogy rá kellett jönnöm, hogy még a kutyának is sokkal több esze van, mint nekem. Nem is értem, hogy lehet március 15-én ennyire korán fölkelni. Nem, tényleg nem vagyok normális. Na sziasztok nép, szerbusztok, ünneplő tömeg, ha már ilyen korán felkeltem, gyorsan fel is kell tenni a nemzeti zászlót ezen a szép ünnepen. Március 15! Lehet hallani a flexet? Mit is ér az ünnep flex hallgatás nélkül? Figyelj, már flexed van? Nincs! Há, akkor buzi vagy! Nézzétek meg, raktam föl magamra petárdát. Vagy mi ez, kokárdát. Nézzétek meg egy rövid bejátszást, és egyből tisztában lesztek vele, hogy mit is ünneplünk március 15-én. Meg tudnál nekem mondani, hogy mit ünneplünk március 15-én? Nem tudom, most így... Vértanúk? Aradi, vértanúk? Hát, valami szabadság, nem? Hú, ez most jó kérdés. Ja, 56-os forradalom, igen. Nem tudom. Most így nem tudom. nem tudom. Hát, igazából a március, hát a nagyjainkat. Háború alkalma. A 48-as forradalmat? Forradalmat. Melyiket? Amikor Petőfi szavalt. Aha. Mit ünnepel március 15-én? Hát a 1848-as forradalmat, a szabadságharcot. A forradalmi évfordulója, Petőfi. Március 15-én a szabadságnapunk. Ez muszáj. Felszabadulás ünnepét. Veletek meg mi van? Most március 15-e alkalmából két dolgot mondok nektek. Két dolog. A harmadik pedig az, hogy ezzel a videóval senkiben nem szeretném megbántani a magyart, és nem szeretnék viccet csinálni március 15-e emlékéből, de én az ünneplésnek egy ilyen alternatív módját választottam, miután teljesen világossá vált számomra, hogy totál értelmetlen bemenni a városba, és ünnepelni a többi emberrel, mert... Egyszerűen én nem szeretnék részt venni ezeken a politikával átitatott, álszent rendezvényeken. Úgy gondolom, hogy minden egyes nemzeti ünnepen a pártoknak fel kellene hagyni azzal, hogy megpróbálják kisajátítani maguknak a szavazókat. Ne nézzenek minket szavazóknak március 15-én, hagyjanak minket ünnepelni. Tudjátok, mit fél árbócra ereztem az ászlót? Ez volt a fél árbóc. Titokban elárulom nektek, hogy egy teszten vesztek részt, illetve ezzel a videóval tesztelni szeretném a nézőimet, illetve a YouTube felhasználókat. Erről többet azért nem árulnék el.
idővel meglátjuk, hogy mi lesz a tesztnek az eredménye. Végezetül pedig az ünnep alkalmából megkínállak titeket egy gyümölcstortával. Fogyasszátok el, addig majd én nézem, hogy nektek mennyire ízlik. Ugye, hogy finom volt? Na végezetül, ahogy mondani szoktam, gyerekek. Ha történik valami, vagy mondani valóm van, előkerülök, addig is. Sziasztok!